Jó estét kívánok mindenkinek! Az Audmax esték Hunok legyünk, vagy magyarok blokkjának a második előadásán. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és nagyon jó nem mondom, hogy szórakozás, de kellemes élményt kívánok mindannyiuknak. A mai előadónk, Szabolcs ide állok mellé, de a mai előadónk Felföldi Szabolcs, a régészeti tanszék tudományos munkatársa, aki egyébként, én mindig szoktam néhány személyes szót is szólni, ő az első, akiről elmondhatom, hogy tanítványom volt, legalábbis, hogy hát tanítványom nem is, mert ez egy sokkal szorosabb munkakapcsolat, de tanítottam, és azt remélem, hogy valami nyomot nem feltétlenül kellemetlent hagyott benne, bár ez most itt nem fog kiderülni, mert szegénynek nyelvtörténeti módszertan tanítottam, hogyha minden igaz. Nem biztos, hogy ez volt a élete legkedvesebb tantárgya. Viszont azért tanítottam, mert az ez volt az első őstörténet évfolyam, hogyha jól emlékszem, ami itt a BTK-n indult, és azon az évfolyamon nagyon sok tehetséges fiatal tanult. Közülük majdnem mindenki most itt dolgozik az egyetemen, vagy az egyetemi könyvtárban kutatóként, és Szabolcs nagyon magasra jutott közülük. Nevezetesen ő az, aki most talán a legnépszerűbb projektjét mondom, és a leglátványosabbat. Ő a főszerkesztője a Határtalan Nyelv című régészeti folyóiratnak, ami szerintem a legszebb tudomány népszerűsítő folyóirat, amit én életemben láttam. Egy hihetetlen magas színvonalon mindenkinek ajánlom a figyelmébe, gyönyörű kiadvány, és egyébként tartalmilag is kiváló. Úgyhogy ehhez sokszor gratuláltam már, de nyilvánosan is szeretnék. Másrészt viszont hát nem csak népszerűsítő munkákat végez. Ő a szerkesztő, a Stein-Aurél életútját bemutató sorozatnak, tehát a Stein műveit bemutató sorozatnak ő a szerkesztője, és egyébként nem csak Stein-Aurélről, hanem egy másik kiváló magyar orientalistáról, Ván Béri Árménról is írt már életrajzot. A kutatási témája pedig, amiben szintén sokat publikál, az már a mai előadáshoz, és kapcsolódunk ezzel. A kutatási témája az az ázsiai hunok, az európai hunok, a heftaliták, remélhetőleg kiderül, hogy ezek kik, fehér hunok, és egyéb neveken is szerepelnek még ezek össze-vissza népek, vagy azonosak, vagy nem, vagy részben, vagy nem, de ezt majd Szabolcs elmondja. Tehát a kutatási területe nagy érdeklődésre tart számot, mert hiszen hunokkal, tényleges hunokkal foglalkozik, nem csak akiket annak neveznek ki, és régészeti szempontból tárja föl a történetüket. Ha jól gondolom, akkor elsősorban az európai hunokét, de hát a heftaliták révén ugye azért átlépünk Ázsiába is, illetve a Selyem út történetével foglalkozik még. Úgyhogy én meg is kérem, hogy akkor tartsa meg az előadását, kérlek Szabolcs. Köszönöm szépen, tisztelt dékán helyettes asszony. Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket, remélem, hogy nem fognak csalódkozni ebben a következő szűkbő egy órában megpróbálom azért szűkre szabni, nem pedig bőre. Előadásom címe a következő, kicsoda a steppén, ázsiai hunok, európai hunok. Nagyon fontos ez a cím, előadásomot is megpróbáltam erre a címre felfűzni. Meglátjuk, hogy sikerül-e a végén. Nem tudom, hogy mennyire látszódnak a diák, de remélem igen. Ugye az alapvető kérdésünkben ugye szerepelt egy fogalom, ez pedig a steppe fogalma. Én azt gondolom, hogy először ezt kellene tisztáznunk, hogy mi is az a steppe, hogyha erről a kérdésről beszélünk. Ugye többféle névforma is előfordul ezzel kapcsolatban, steppének, sztyepnek, sztyepének is szokták emlegetni. Tulajdonképpen a térképen a sötét zölddel jelzett mezőről vagy sávról van szó. Ez egy olyan régió, egy olyan terület, amely tulajdonképpen Kína határvidékétől tart egészen a Kárpát-medencéig. Tudva lévő, illetve érdemes megjegyezni azt, hogy manapság a szakirodalomban nagyon komoly viták zajlanak azzal kapcsolatban, hogy a Kárpát-medence, illetve az Alföld térsége, tehát ez a terület, ahol mi most ülünk, ez hozzátartozik a steppe régióhoz. Nyilvánvaló, hogy vannak érvek mellette és érvek ellene. Én ebben a kérdésben nem akarok most állást foglalni. Azt azonban mindenképpen érdemes hangsúlyozni, hogy egy olyan régióról van szó, amely Eurázsiát szinte teljes hosszában keresztül szeli. Egy olyan régióról van szó, ahonnan tulajdonképpen a Krisztus előtti 8.-7. századtól kezdődően Európa felé tulajdonképpen egyfajta országút gyanánt különböző nomád népek érkeztek Európába. Sok-sok problémát okozva egyébként nem csak európai területeken, hanem azokon a területeken, amelyek érintkeznek
ezzel a steppe régióval, tehát Kis-Ázsia, ugye az iráni térség, India, illetve Kína területeit is idevehetjük. Nagyon régóta foglalkoztatja ez a térség egyébként a tudományt. Mondhatjuk azt is, hogy lényegében a modern tudományos élet megszületésével, amelyet sokan ugye a francia felvilágosodáshoz kapcsolnak, ugye az enciklopédista mozgalomhoz, ha úgy tetszik, tulajdonképpen ebbe a korszakba vezethető vissza az első néhány olyan tanulmány, néhány olyan kötet, amely az innen a steppe régióból Európába érkező népek történetét, régmúltját kívánta feltárni és elemezni. Az egyik legfontosabb szerzőnk egy francia úriember, Joseph de Guigne, aki 1756-ban publikált egy máig idézett és nagyhatású munkát, amelynek a lényeg, ez egy többkötetes munka ékes francia nyelven. Ennek a munkának a legfontosabb hozadéka és a legfontosabb mondani valója a következő. Az Európa határvidékein időről időre feltűnő nomád népek, beleértve a hunokat, türköket, mongolokat, valójában nem a semmiből érkeznek Európa határvidékére, nem a semmiből lépik át a Volga folyó vidékét, hanem valahonnan messze keletről érkeznek ezekre az európai területekre, méghozzá valahonnan Kína határvidékéről. Hogy miért is de Guigne volt, aki erre a következtetésre jutott? Hát róla azt érdemes elmondani, és azt érdemes tudni, hogy 14. Lajos könyvtárnoka volt. A feljegyzések szerint legalább 15-20 keleti nyelven beszélt és olvasott, ilyen módon kínaiul is egészen kiválóan tudott. Tehát ő volt az első olyan, aki modern tudományos eszközökkel a kínai évkönyvek, kínai forrásrészletek fordításába belefogott, és ezekben a kínai évkönyvekben nagyon hasonló leírásokat talált különböző népekről, amelyek ott a kínai határvidéken tűnnek föl, és arra következtetésre jutott, hogy az Európában megjelenő különböző nomád csoportok, azok valójában innen, tehát Kína határvidékéről indultak el, és némi vándorlás után Európába érkezve, már nem a kínai birodalomnak, hanem éppen a római birodalomnak, vagy a bizánci birodalomnak okoztak komoly nehézségeket. Hát ugye az egyik legismertebb és leginkább érdeklődésre számot tartó csoport de Guigne könyvében, illetve az őt követő kutatók munkáiban a hunok voltak. A hunokkal kapcsolatban de Guigne egyértelmű és határozott álláspontot képvisel. Ő azt mondja, hogy a hunok nem mások, mint a Xiongnu-nak nevezett belső ázsiai csoport, akiket a kínai forrásokban igen gyakran akikről a kínai források igen gyakran beszámolnak, akiket igen gyakran említenek. Hát, hogy kik ezek a Xiongnu-k voltak éppen? Azt mondhatjuk velük kapcsolatban, hogy a Krisztus előtti 4.-3. század környékétől tűnnek fel a kínai írott forrásokban, és ugye nagyjából a mai Mongólia, Észak-Nyugat-Kína területén hoznak létre egy birodalmat. Ugye egy kicsit problémás a felirat. Ugye azt írtam oda, hogy hozzávetőleg, a Xiongnu-k által hozzávetőleg lakott térség a Krisztus előtti 3., illetve a Krisztus utáni első század között. Ennek megvan a jelentősége, hogy miért írtam ezt a hozzávetőleg szót oda. Tekintettel arra, hogy pontosan nem tudjuk a kínai források alapján lokalizálni, hogy mettől meddig terjed ki a Xiongnu birodalom. Azt mondhatjuk, hogy nagyjából ezeken a területeken nomadizáltak. De nem ezért igazán híresek, hanem egy másik ok miatt. Igen gyakran felmerül a szakirodalomban is, és az ismeretterjesztő irodalomban is, hogy a kínai nagyfalat ellenük emelték. Hát ez ebben a formában nem igaz, tehát ezt mindenképpen cáfolnunk kell. Ugye, hát a kínai nagyfalra gondolunk, akkor nagyjából mindenkinek ez a kép ugrik be. Valójában ezt az állapotát a kínai nagyfal a 17.-18. században érte el. Amit elmondhatunk a Xiongnu-k és az említett nagyfal kapcsolatáról az, hogy valóban történtek fal erősítések és bizonyos falépítések a Xiongnu-k időszakában, de akkor még nem így nézett ki a kínai nagyfal, hanem így nézett ki. Nyilvánvaló, hogy ez egy releváns különbség. Jól lehet látni, hogy nem kőből épült, hanem agyagból és vesszőnyalábunkból a kínai nagyfal ezen szakasza. Ugye belső Ázsiában, Tunhuang város környékén figyelhetőek meg ezek a romok. Tehát ilyen értelemben a Xiongnu-k jelentősége kétségtelen elvitathatatlan a nagyfal megerősítésével és egységes védelmi rendszeri alakításával kapcsolatban.
Azt mondhatjuk, hogy a Krisztus előtti harmadik századtól egészen a Krisztus utáni első, második századig bezárólag ezek a siungnuk, akiket dögény munkája nyomán egyre inkább ázsiai hunokként is szoktak emlegetni, ezek mind többször és többször törnek be kínai területekre, állandó követelésekkel lépnek fel a kínai udvarral szemben, és hát ugye állandó nyomot hagynak a kínai udvar krónikáiban. Az azonban nagyon fontos és érdemes megjegyezni, hogy ennek ellenére a kínaiak viszonylag keveset tudnak összességében a siungnu társadalom működéséről, a belső viszonyokról, a hatalmi struktúrákról. Nagyon nehéz helyzetben vannak a sinológusok, történészek, amikor a siungnuk belső viszonyait szeretnék rekonstruálni, illetve megállapítani. A nagy kérdés azonban továbbra is az, hogy valóban igaza van Dögénynek abban, hogy a hunok és a siungnuk között volt valamiféle kapcsolat, ne adj Isten, rokonok vagy egymás ősei voltak. Ebben a vonatkozásban egy személy nevét mindenképpen ki kell emelnem, ez pedig Steina úrél. Ugye mondani szokták, hogy a magyarok mindenhol ott vannak. Hát ebben az esetben is elmondhatjuk ezt a mondást, hiszen Steina úrél, aki tulajdonképpen a 19. század végnek és a 20. század első évtizedeinek legjelentősebb régészei közé sorolható, nem csak magyar viszonyok között, hanem nemzetközi viszonyok között is. Neki köszönhetően történt egy olyan felfedezés, amely némi fényt vet az említett ázsiai hunok vagy siungnuk, illetve az európai hunok közötti kapcsolatra. Annyi történt mindösszesen, hogy 1906-ban második nagy Selyemút expedíciója során az itt látható őrtorony tövében, ez egy kínai őrtorony, az említett kínai nagyfal bizonyos szakaszait ilyen őrtornyokkal, tűzjelző állomásokkal látták el. Az egyik ilyen őrtorony tövében ásatást folytatott a mi Steina úrélunk, és egy egészen különleges dokumentumot talált ennek az ásatásnak a folyományoként. Ez a különleges dokumentum elsőre nem nagyon akarta magát megadni, az Steina úrél nem ismerte föl sem a nyelvet, sem az írás, nem meglepő, tekintettel arra, hogy ez az egyik első szogd írással és szogd nyelven készült dokumentum volt. Az általa lelt csomagot manapság régi szogd leveleknek szoktuk nevezni. Ez a szó szoros értelmében egy levél, ugyanis két személy levélváltásáról van szó, ezt talált meg Steina úrél itt a Taklamakán és a Gubi határán elhelyezkedő homokban. De hát kik ezek a szogdok, és miért olyan fontos ez a levél? Hát ő nem a Mikulás itt ezen a tevén, hanem egy szogd kereskedő, akit a 7. században egy tang, kiváló képességekkel rendelkező tang szobrász mintázott meg. Porcelánból van egyébként a szobor, tehát nagyon izgalmas önmagában az anyag is. Ezek a szogdok, ez egy nagyon izgalmas népcsoport, tulajdonképpen Közép-Ázsiából eredeztethetőek. A Nagy Sándor féle hadjárat, tudjuk jó, hogy Nagy Sándor keleti hadjárata során Közép-Ázsiában is megfordult. Már ő is szembe került szogd csapatokkal, illetve emberekkel, de Nagy Sándor időszakát követően a következő évszázadok folyamán a szogdok nagyon-nagyon fontos és meghatározó szerepet vittek a Selyemút kereskedelmében. Ugye a Selyemút az a nagy kereskedelmi hálózat volt, amely Rómát Kínával összekötötte, vagy fordított esetben Kínát Rómával, ahogy tetszik. És ugye nem csak különböző termékek áramlottak ezen a nagyon fontos kereskedelmi útvonalon, hanem például információk is. És a Selyemút kereskedelmében ezek a szogdok rendkívül fontos szerepet töltöttek be, kereskedő kolóniákat hoztak létre Közép-Ázsiától egészen el Kínáig. És nagyon izgalmas volt ebből a szempontból Steina úrél felfedezése, hiszen két szogd kereskedőnek a levélváltását sikerült felfedeznie, megtalálnia. Az egyik szoktkereskedő Kínában székelt, a másik szoktkereskedő, mindjárt vissza fogok léptetni, pedig itt, ott Közép-Ázsiában, ugye Szamarkand környékén, a piros, általam nem túl elegánsan megrajzolt karika jelzi a szogdok legfontosabb szállás területeit. Hogy mi az érdekessége és az izgalma ennek a levélnek? Ebben a levélben egy Kínában élő szogdkereskedő értesíti a barátját, vagy legalábbis rokonát, családtagját, hogy bizony-bizony valamikor a 300-as évek legelején megtámadták a kínai fővárost, ezt a bizonyos Luoyangot, és hát bizony elpusztították, nagyon komoly szenvedést okozva
az ott élő embereknek. Ami nagyon-nagyon izgalmas az az, hogy a szoglevélben szerepel annak a népnek a neve, amely a szogdok szerint elpusztította ezt a területet, és egy ilyen hun forma jelenik meg ebben a levélben, ami azért nagyon izgalmas, mert a kínai évkönyvek is beszámolnak ugyanerről a nomád támadásról, viszont nem a hun kifejezést használják ebben az esetben, hanem a siungnu kifejezést használják. Ez tulajdonképpen az egyetlen egy történeti forrásunk, amely a hun népnevet és a siungnu népnevet összekapcsolja. De kérdezhetjük, és kézenfekvő az a kérdés, hogy hát ezek a szogdok miért hívták ezeket a siungnukat hunnak, és visszatérve erre a térképre, hát a válasz rajta van a térképen. Ugye a szogdok közép-ázsiai területeitől nem túlozottan messze északnyugatra található az a terület, ahonnan a hunok feltehetően elindultak nyugati irányba, átlépve a Volgát. Tehát arról van szó itt egyszerűen, hogy azok a közép-ázsiai szogdok, akik tulajdonképpen szomszédos területeket foglaltak el a hunok kiinduló területeihez képest, elég közel helyezkedtek el, a Kínában siungnunak nevezett csoportokat hunnak nevezték. Vissza fogok még térni erre a kérdéskörre. Adekvát kérdés természetesen a következő, hogy vajon a siungnuk és a hunok kapcsolatát bizonyíthatják régészeti eredmények, régészeti leletek. Ez nagyon fontos kérdés, hogy a régészként engem is rendkívüli módon izgat ez a kérdés. Nyilvánvaló kézenfekvő ennek a feltétele. A diára három különböző siungnuk tárgyat tettem föl. Ezek csodálatos kivitelű tárgyak. Az a fekete csat az egészen konkrétan 2017-ben került el a legutolsó siungnuk feltárások alkalmával. Emellé viszont oda tettem a Szegedi Múzeum által őrzött Szeged Nagyszíksósi leletegyüttes egy csatját és két veretét. Hát azt gondolom, hogy nem kell régésznek lenni ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy hát ezek között túl sok hasonlóság nincsen, magyarul semmilyen hasonlóság nincsen. Olyannyira nincs, hogy kínai kollégák több ízben felvetették, hogy szívesen eljönnének Magyarországra, hogy közösen kutassuk a siungnu, illetve a hun régészeti leletanyagot, majd néhány képet elküldve azt mondták, hogy semmi értelme ide utazniuk, mert ez teljesen más ez a leletanyag, mint ami náluk látható. Még két diát tettem föl ennek megerősítésére, illetve alátámasztására. Szintén egy 2017-es feltárás során került elő ez a kocsi temetkezés. Jól lehet látni a méreteket, a jellegét a temetkezésnek. És hát Kecskemét határában 2017-ben került elő egy hunkori harcosnak a sírja. Hát a temetkezési szokások között is igen releváns különbségek vannak, azt mondhatjuk. Tehát, hogyha részletekben elemezzük az ázsiai hunok, vagy siungnuk és az európai hunok, tehát Attila hunjainak régészeti hagyatékát, akkor azt láthatjuk, hogy elenyésző a közöttük lévő kapcsolat, de hogy nem azt mondom, hogy egyáltalán nincsen kapcsolat, arra jó okon van. Méghozzá ez a tájtípus. Ez a tájtípus, amely tulajdonképpen a hunkorszak egyik vezérleleteként is meghatározható. Ezek nagyméretű rézüstök, ugye korábban a szakirodalomban gyakorta felmerült, hogy bronzüstnek nevezték ezeket az üstöket. Ma már anyagvizsgálatok révén sikerült bebizonyítani, hogy 98%-ban vagy 95%-ban rezet tartalmaznak, tehát a rézüst kifejezése az pontosabb a bronzüst helyett. És hát nagyon jól lehet látni, hogy a siungnu területeken előkerült üst típusok és az európai hun területeken előkerült üst típusok tulajdonképpen megszólalásig hasonlítanak egymásra. De a kérdés az, és ez nagyon fontos kérdés módszertanilag, hogy ez, illetve egy-két másik fegyverzetben, nyílhegyekben vannak még hasonlóságok. Ezek a nagyon halvány és vékony szálak elegendőek-e ahhoz, hogy a siungnuk és az európai hunok szoros kapcsolatát feltételezzük? Nagyon fontos kérdés a nyelv. Nem vagyok nyelvész, tehát ebben én túlságosan nem fogok a mai este folyamán belefolyni, de azért nem mehetünk el emellett. Ugye kézenfekvő lenne bárkinek azt mondani, hogy hát nézzük meg a siungnuk nyelvét, nézzük meg az európai hunok nyelvét, hogyha ez egyezik, akkor végül is miért ne lehetne, hogy ez a két csoport kapcsolatban legyen, hogy egymás ősei legyenek. A probléma ott van, hogy a siungnukkal kapcsolatban feljegyzett nyelvi anyag, itt néhányat feltüntettem, Tóman és Mautun két siungnu fejedelem egyébként, ezek mellett
tulajdonképpen elenyésző a szíunú nyelvi anyagnak a száma, ugye a kínai forrásokban fejezett szíunú szavakról van szó. Ugye egyet laktam fel, itt a sanjű kifejezés, amely azt jelenti, hogy fejedelem. Tehát nagyon kevés az anyag, ezek alapján a szíunú nyelvét tulajdonképpen nem tudjuk meghatározni. De mi a helyzet a hunokkal kapcsolatban? Ugye hát ezek a nevek már ismerősebbek lehetnek önök számára is. Ruga, Bleda, Attila, talán ugye különösen Attila neve az ismerős lehet, illetve két köznév, ugye Medos, ami sört jelent, és Kamon, azaz köles sör. Nem akarok messze menő következtetéseket levonni, hogy a három köznévből miért két ital név maradt fent a hunokkal kapcsolatban, de itt is az a problémánk, hogy ennél több nem nagyon van. Nagyon kevés az az anyag, ami fönnmaradt. Ráadásul tudjuk jól, hogy például Attila neve egyértelmű germán hatást mutat, tehát senkit nem megbántva, nem tudom, hogy ül-e Jennifer a terembe, de mondjuk nyilvánvaló, hogy ez angol száz hatásra terjedt el az utóbbi időben. Feltétlenül itt is arról van szó, hogy germán hatásra terjedt el. Ami pedig a Medoszt és a Kamont illeti, erre csak azt tudom mondani, hogy ez olyan, mintha egy mai magyar kocsma itt alapján található whisky, konyak, kúla szavakból szeretné valaki megismerni a magyar nyelvet, hát problémás lenne minden esetre a dolog. Tehát, hogyha a nyelv kérdését akarjuk vizsgálni, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a vonal sajnos nem segít bennünket abban a vonatkozásban, hogy megállapítsuk a szíunuk, azaz az ázsiai hunok, illetve az európai hunok közötti kapcsolatot. Hogy a helyzet még bonyolultabb legyen, nem csak az említett szíunukkal, illetve az európai hunokkal kell számolni a kora középkor folyamán, hanem különböző úgynevezett színes hunokkal, ez nem szakkifejezés, ezt a nevet én adtam nekik, mármint hogy a színes melléknevet. Ezekről a hunokról azt érdemes tudni, hogy Közép-Ázsiában, a mai Afganisztán, Pakisztán és Észak-Nyugat-India területén nagyjából, ahogy jeleztem is, a 4. századtól kezdődően, tehát nagyjából attól az időszaktól kezdődően, amikor az európai hunok is megjelennek Európa határvidékén, tűnnek fel a forrásokban. Nagyon izgalmas és nagyon érdekes ezeknek a hunnak nevezett csoportoknak a története. Régészeti hagyatékuk is rendkívül sok izgalmas részletet tartalmaz. Hármat emeltem ki ezek közül. Ugye a kidarita az viszonylag egyszerűen megfejthető, kidorának hívták. Tehát Kidorának hívták a fejedelmüket, az ő érmei is megvannak, tehát feltehetően róluk kapták ezek a hun csoportok a nevüket. Vannak vörös hunok és fehér hunok, olyan, mint egy borozóban gyakorlatilag. Na most, hogy miért hívták őket vörös hunnak és fehér hunnak, ez egy nagyon izgalmas és nehezen megválaszolható kérdés, mint hogy azt sem tudjuk, hogy a szíunukhoz, az ázsiai hunokhoz milyen kapcsolat fűzte ezeket a csoportokat. A fehér hun kifejezés az az egyetlen, amellyel kapcsolatban egy bizánci forrásunk, egy bizonyos Prokópiosz a következőt írja. Prokópiosz azt mondja velük kapcsolatban, hogy hát ő azért hívja fehér hunoknak ezt a csoportot, ezt a közép-ázsiai csoportot, mert hogy fehér színű a bőrük, sokkal fehérebb árnyalatú, mint azoknak a hunoknak, akiket ugye mi itt Európában nagyon jól ismerünk. Nem mellesleg azt is írja, hogy hát ezek szemben a mi európai hunjainkkal nem holmi gonosz nomádok, hanem bizony-bizony ezek városban laknak, érméket veretnek, tehát olyan civilizáltabbnak tűnnek, tehát ők a fehér hunok. Hogy hol is helyezkedett el a fehér hunoknak a hazája, erről szól a térkép. Ugye szokták őket heftalitáknak is nevezni, ugye a fehér hun az a népnév, a heftalita pedig a dinasztikus elnevezésük, tehát heftának hívták a dinasztiát, és ezért heftalita birodalomnak hívták. Egész sokáig, egészen a 6. század közepéig nagyon fontos és meghatározó szerepet vittek Közép-Ázsia történetébe. Olyannyira fontos szerepet vittek, hogy részben Irán, tehát a perzsa birodalommal is felvették a küzdelmet, sőt, mi több igen gyakran a perzsa szászánida uralkodók trónviszályaiba is beleszóltak, de nem csak Perzsia történetébe szóltak bele, hanem India történetébe is. Lehet látni a térképen is, hogy Észak-Nyugat-India területéből egy igen jelentős darabot kihasítottak. Hát, hogy néztek ki? Hát van egy ilyen elképzelés, hogy hát körülbelül így nézhettek ki. Ez nagyon szép ez az Angus MacBride rajz, de valójában az érmék sokkal inkább informatívabbak. Hát elég szigorú, bajszos úri embereket láthatunk ezeken az érméken, de még egy dologra szeretném felhívni az érmékkel kapcsolatban a figyelmet.
méghozzá ezeknek az úriemberek fejformáira. Jól lehet látni, hogy ilyen tojásfejük van gyakorlatilag, ami azért nagyon izgalmas, mert a korszakban, Európában és Közép-Ázsiában is nagyon elterjedt szokás volt a koponyatorzítás szokása. Tehát feltehetően ezt a koponyatorzítás szokását, ugye az történt, hogy gyerekkorban, amikor még lágy a koponyacsont, különböző fáslikkal és egyéb módon át tudják alakítani, ugye meg tudják nyújtani. Tudjuk jól, hogy ez korábbi időszakban is megjelenik, de a népvándorláskorban különösen népszerűvé válik Közép-Ázsiában és Európában is. Ugye az antropológusok nagyon hosszasan vitatkoznak azzal kapcsolatban, hogy például ez bármiféle szellemi torzulást okozott, tehát magyarul retardáltak voltak ezek a személyek. Nagyon nehéz erre választ adni, nyilván kísérletek útján meg lehetne ezt tenni, de hát erre senki nem vállalkozik, azt gondolom. Nagyon röviden az európai hunok történeti esemény soráról is érdemes beszélni. Nem célom az, hogy hosszasan beszéljek az európai hunok történetéről. Számos kézikönyv monográfia rendelkezésre áll az interneten is hozzáférhető. Két-három szempontot szeretnék csak kiemelni. Visszatérve az előző diára, ugye Európa sötét árnyai kérdőjel szerepel az alcím mellett, nem véletlenül. Gyakorlatilag, amikor a hunok feltűnnek Európába, gyökeresen átalakítják Kelet-Európa politikai képét, ugye ebben a periódusban itt, na nem feltétlenül ezt akartam, még egy. Szóval itt ezeken a területeken, a dél-orosz steppe vidéken alapvetően germán nyelvű népek éltek, gótok, zömmel és más germán nyelvet beszélő csoportok, illetve iráni nyelvet beszélő csoportok többek között alánok. Ők egyűzik le először a hunok, majd ezeket a népeket egyébként, különösen az alánok nagyon hasonló nomád életmódot folytattak, mint a hunok. Beolvasztva a saját seregükbe, tulajdonképpen elővétként használva őket győzték le a további népeket. És a következő évtizedekben nagyon meghatározó szerepet visznek Kelet-Európa történetében, illetve a két birodalom rész, ugye ekkoriban már két részre bomlott, ugye egy kelet-rómaira és egy nyugat-római birodalom részre, a korábban egységes római birodalom. A hunok zseniálisak voltak, tökéletesen használták ki a két birodalom fél közötti konfliktusokat, konfliktus helyzeteket, hol az egyik fél oldalán, hol a másik fél oldalán avatkoztak be a küzdelembe, és hát bizony nem szereztek túl jó hírt maguknak ugye a görög, illetve latin szerzők munkáiban. Tényleg csak felvillantásképpen ugye az egyes hun fejedelmek listáját vetítem föl. Nagyon jó kérdés, hogy az ő szerepük mennyiben volt valóban annyira sötét, mint hogy azt az írott források megrajzolják. Én azt gondolom, hogy a mai szakirodalom és a kutatók döntő része, és ezzel én is maximálisan egyet tudok érteni, már sokkal szofisztikáltabban tekint erre a kérdésre. A hunok megítélése mondjuk még az 1945-ös periódust megelőzően is nagyon negatív volt a nemzetközi szakirodalomban. Ma már egészen más hangok uralkodnak. Az egyik ilyen hang az, hogy tulajdonképpen Európa, modern Európa megszületése nagyban köszönhető a hunoknak. Hogy mire gondolok? Gyakorlatilag a hunok által elindított népvándorlás alakítja ki azokat az etnikai és nyelvi viszonyokat, amelyek máig hatóan meghatározzák Európa etnikai és nyelvi viszonyait. És tulajdonképpen a hunok népmozgása, az általuk elindított katonai akciók és az a szerep, amelyet ők betöltöttek nagyjából ugye Attila haláláig, 453-ig, 455-ig, mondjuk Ellákot is belevéve, Európa történetébe, az európai kultúrában, az európai irodalomban és még a tudományosságban is nagyon-nagyon fontos szerepet játszott. Ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy az a sötét, ugye néhány diát feltettem, Attila találkozása Leó pápával, ugye ez is egy csodálatos történet, vagy hát mindenki jól ismeri ezt a bizonyos végzetes esküvőt, amely után ugye Attila orvérzésben, vagy agyvérzésben ki tudja meghalt. Szóval én azt gondolom, hogy az a sötét ány, amelyet a hunoknak tulajdonítanak, és amely ugye rávetült Európára a 4. század végétől az 5. század közepéig, a sokkal jobban kifényesedett ezt követően. Nagyon fontos szerepük volt a hunoknak, például a Nibelungének megszületésében, amelynek a kulturális hatásait Wagner operák és hasonlóak nem is
kívánom itt különösebben ecsetelni. Tehát a hunok szerepének a megítélése is ma már sokkal finomabb, szofisztikáltabb, nem annyira egyértelmű, mint ahogy azt korábban feltételezték. És hát a hunkor régészeti hagyatékáról is érdemes pár mondatot. Ugye felvillantottam azt, hogy hát itt vannak bizonyos különbségek a Siunu, vagy ázsiai hun és az európai hun leletanyag között. Az első lépés természetesen az volt, hogy az európai hun leletanyagot kellett legelőször is meghatározni, illetve pontosabban fogalmazok, a hun kori leletanyagot kellett meghatározni. Egészen egyszerűen a 19. század végén és a 20. század első évtizedeiben nagyon nehezen tudták meghatározni azt a régészeti horizontot, azt a lelethorizontot, amely a hun korszakot jellemezte, tehát a 4. század végén, 5. század elejé periódust. Viszont volt egy kiváló magyar kutató, megint a magyarok természetesen, Alföldi András, akinek köszönhetően sikerrel vette az akadályt a nemzetközi régészet. Ő volt az, aki korszakalkotó munkáiban a 30-as évektől kezdődően sikerrel határozta meg a hun korszakra korhatározható leletanyagot. Ezt megelőzően egyébként zömmel ma már tudjuk, hogy az avarsághoz, tehát a hunokat követően a Kárpát-medencébe beköltöző másik nomád csoporthoz kapcsolódó leleteket gondolták hosszú évtizedekig hunnak. Alföldi András azonban rendbetette a leletek kronológiáját, és kialakította azt a horizontot, amelyhez manapság igazodhatunk. És még egy személy nevét kell kiemelni, Bóna István, aki tulajdonképpen a hunkori kutatások doányja volt, és több nagy hatású munkájában foglalkozott a Kárpát-medencei és a Kárpát-medencén kívüli hunkorszak régészeti hagyatékával, tehát az ő szerepük elvitathatatlan a mai régészeti kutatásokban. Én azt gondolom, hogy ez a dia is jól jelzi, hogy mik jellemzik a korszak régészeti leletanyagát, ugye fegyvereket, aranyi lemezborítást, lószerszámot, így végcsontokat tettem föl. Tulajdonképpen ez az a horizont, amely nagyon-nagyon jól meghatározza a korszak leletanyagát, de jóformán egyöntetűen határozza meg a leletanyagát. Erről majd mindjárt fogok még beszélni. Azonban látszólag úgy tűnik, hogy hát milyen jó helyzetben vagyunk, meg van határozva a hunkori régészeti leletanyag, semmiféle probléma nincsen. Ez nem így van. Tehát a hunkorszak számos konkrét régészeti problémára igényel még további kutatásokat, illetve megoldási lehetőségeket. Hatot soroltam itt fel. Szarmata továbbélés a hunkorszakban nagyon-nagyon fontos kérdés. A hunkori halotti áldozat különböző kérdései. A hunkori közrendűek régészeti hagyatéka. Még mindig nem sikerült azonosítani a kutatásnak. Nagyon izgalmas a negyedik pont Attila pénzeinek kérdésköre. Ugye a bizánci érméket hamisítottak gyakorlatilag a hun birodalom területén, rendkívül izgalmas kérdéseket vett föl. Hunkori fémüvesség technológiai kérdései, a hunkor település történet a fejedelmi központ lokalizációjának kérdése. Hát magyarul lefordítva, hol székelt Attila, ugye ez egy nagyon neuralgikus pont. 4 pontot tettem oda, de még 14 nagyon fontos kérdést tudnék ideírni, de ezzel nem akarom elvenni az önök idejét. Olyan izgalmas és jól ismert és nem mostanában előkerült lehet anyagokkal is még sok-sok munkánk lesz, mint például a Szeged Nagy Szíksósi Hunkori Lelet Együttes. Ezzel kapcsolatban is én azt gondolom, hogy új eredmények és új kutatási irányok várhatóak a jövőben, de ugyancsak elmondható ez a szikáncsi hunkori érmekkincsről, amellyel kapcsolatban egy anekdótát azért nem bírom megállni, hogy nem mondjak el önöknek. Ugye a képen jól lehet látni, hogy pulykákat vizsgálgatnak, nem véletlen. Pulyka legelés közben a kép jobb oldalán látható hölgy találta meg az első aranyérméket, majd pedig szólt a múzeumi kollégáknak, a Nemzeti Múzeumból érkeztek le a régészek, és az első kezdetleges fémkeresőkkel próbálták felderíteni a lelőhelyet. Majd amikor összeszedték a felszínen található aranyérméket, a pulykák következtek, azt gondolták ugyanis, hogy a pulykák néhány aranyat lenyelhettek. Megvizsgálva a pulykákat végül is este nem került sor pulyka vágásra, mert a pulykák nem nyeltek le aranyérmét, így megúszták. De nem csak ezek a viszonylag réginek mondható leletegyüttesek és leletek köthetőek a hunkorszak vizsgálatához, illetve nem csak ezek a nagyon fontos és máig vizsgált leletek azok, amelyekről beszélni kell. Ugyanis az utóbbi években
tulajdonképpen egészen meglepő módon megnövekedett a hunkorszakra datálható, korhatározható leletegyütteseknek a száma. Az egyik legizgalmasabb lelet az néhány éve, talán két évvel ezelőtt került elő Orosról. Ez egy aranylemezzel díszített hunkori nyereg, amely egy gödör aljáról került elő. Nehéz felismerni magát a nyerget, de higgyék el nekem, hogy ez egy nyereg kápa. Annak is a deszka része, amelyet aranylemezzel borítottak, és nagyon-nagyon izgalmas ez a lelet abban a vonatkozásban, hogy az említett Szeged Nagyszéksúsi leletegyüttesben hasonló pikkely mintával ellátott aranylemezek sorát ismerjük, és sokáig bizonytalan volt, hogy hogyan és miképp használhatták fel ezeket a lemezeket. Kürti Béla volt az, aki többek között bizonyította több párhuzam bevonásával, hogy ezek egyértelműen nyereg deszkát boríthattak, és most már az orosi leletnek köszönhetően azt is tudjuk, hogy pontosan hogyan borították a nyereg deszkát ezek az aranylemezek. És hát ugye a legeslegújabb lelet, amely ugye a magyar sajtóban is megjelent, ez nemrégiben tavaly került elő Pest megyében, egy rendkívül gazdag hunkori leletegyüttes került elő. Nagy szerencséjére a hazai régészeti kutatásnak a megtaláló ugyancsak értesítette a régészeket, és hiteles régészeti feltárás során sikerült jó néhány, tehát 100 fölötti hunkori aranytárgyat találni. Ezek további vizsgálatra a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek. Szente Gergely kollégám vizsgálja többek között a leletegyüttes. Nagyon bízom benne, hogy tulajdonképpen a Szeged Nagyszéksúsi leletegyüttes, mert a második, vagy az első, még az is megkockáztatható hunkori leletegyüttesről van szó, nem temetkezés, ezt fontos hangsúlyozni, tehát sírt ebben az esetben sem találtak, mint ahogy Szeged Nagyszéksús határában sem. Egy nagyon különleges szokás az úgynevezett halotti áldozat keretében kerülhettek ezek a tárgyak a földbe. Valószínűleg a temetési szertartás során a sírtól messzebb megásott gödörbe helyezték el ezeket. Sok a bizonytalanság még ezzel kapcsolatban. Ugye sokszor felmerült a Szeged Nagyszéksúsi leletegyüttessel kapcsolatban, hogy Attila kincse lehet, vagy valamilyen módon a fejedelmi családhoz kapcsolható. Sok a szkepszis ezzel kapcsolatban, nehéz ezzel kapcsolatban igazán határozott dolgot állítani. Egy dolgot azonban nem lehet vitatni, hogy az említett szikáncsi érmekincs, illetve a Szeged Nagyszéksúsi leletek viszonylag közel vannak egymáshoz itt a Délalföldön, és két ilyen gazdagságú lelet együttes előkerülése legalábbis halványan megteremti annak a lehetőségét, hogy valóban itt a Délalföld környékén kereshessük ezt a bizonyos fejedelmi székhelyet, fejedelmi udvar, de ezt nem mondják senkinek, hogy én ilyet mondtam, mert lehet, hogy a szakmában engem megköveznének emiatt. Jó, de összességében mit látunk a hunkor régészeti hagyatékából? Azt gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni azt a mondatot, amelyet itt feltettem a diára. Szóval azt látjuk a hunkor régészeti hagyatékából, hogy egy rendkívül egységes, szinte osztatlan leletkörről van szó a hunkor vonatkozásában. És hogy ennek mi a jelentősége? Az a jelentősége, hogy nem beszélhetünk hun leletekről, csak hun kori leletekről, hiszen nem tudjuk, hogy az adott sírban nyugó személy hunnak, vagy esetleg a hunokhoz csatlakozó alánnak, szarmatának, vagy valamely germán csoport tagjának mondta el magát. Ezt egyszerűen nem tudjuk megállapítani. Ugyanis arról van szó, hogy ezeknek a csoportoknak a külső megjelenése szinte teljesen megegyezett a korszakban. Nagyon egyszerű ennek az oka, a térségben egységes anyagi kultúrát teremtő divathullámok söpörtek végig ebben a periódusban, és ezek a divathullámok teljesen egységes külcsínt teremtettek ezeknek az embereknek. És ez nagyon fontos mondat, amit feltettem. Ebből a szempontból az elhunytnak antropológiai vonásai, vagy genetikai állománya is mindenképpen irreleváns. Tehát teljesen irreleváns, hogy a genetikusok, vagy éppen az antropológusok ilyen szempontból mit mondanak. Feltettem a diára egy analógiát, hogy jobban meg tudjam világítani, hogy miről is van szó. Ha megengedik, akkor végigmennék. Elképzeltem egy Hussein nevű családot. Ez a Hussein nevű család ősei a Guineai öbölből hurcolták be Angliába őket a 18. század folyamán rabszolgaszállító hajóval. Ennek megfelelően embertani jellegzetességei és genetikai állománya alapján egyértelműen ezerszállal kapcsolódik Fekete Afrikához, jellegzetes
Afrikából származó génekkel és antropológiai vonásokkal jellemezhető ez a Hussein család. A vallását tekintve viszont muszlim, tehát ez nem Afrikába vezet, vagy Európába vezet bennünket, hanem Közel-Keletre vezet bennünket, hiszen az iszlám egy közel-keleti eredetű vallás. Az anyagi kultúráját tekintve a családnak Koreában gyártott Samsung telefonjai, Fülöp-szigeteken gyártott Nike cipői vannak, hát ugye úgy amerikai a Nike, hogy Fülöp-szigeteken gyártják zömmel. És ez nagyon fontos, az utolsó két pont, nem mellesleg egy indoeurópai nyelvet, az angolt beszéli ez a jó Hussein család, ráadásul London East End kerületében laknak, ők magukat britnek tartják, brit identitással rendelkeznek, a királynő születésnapját megünneplik, és az Arzenálnak szurkolnak. És hát itt jön a következő megjegyzés, vajon ha 1000 év múlva feltárják a Hussein család sírjait, mennyit mond az ő identitásukról, nyelvükről, genetikai állományuk, ahogy a ruházatuk megmaradt elemei? Én azt gondolom, hogy nem sokat. Kétségünk nem lehet afelől, hogyha talán nem is ennyire szélsőséges módon nyilvánvaló, hogy most tényleg minden irányban szélsőségeket vetítettem föl, de az irány az gyakorlatilag a koraközépkorban sem volt más, hogy ugyanezzel kell számolnunk a koraközépkorban. Tehát a régészeti leletek, viseleti elemek, ékszerek, fegyverek, de az illető antropológiai vonásai vagy genetikai állománya ebben az időszakban jóformán semmit sem árul el a sírban nyugvó személy identitásáról. Ennek nagyon fontos okai vannak tehát. Tehát én azt gondolom, hogy a bombasztikusnak ható sajtóhírek, amelyek ugye genetikai bizonyítékokról szólnak, a magyarság hun eredetéről, vagy a finnugor elmélet cáfolatáról, pontosan ezért sületlenségek, meg is mondom, hogy miért, a csontok nem beszélnek. Így nem árulják el azt sem, hogy az illető hunnak tartotta-e magát, és mivel itt tényleges hun csontvázat nem ismerünk, az összehasonlíthatóság egyik oszlopa dőlt ki. Az összehasonlítás másik oszlopáról, ugye önfoglaló magyar populációkkal kapcsolatos problémákról egy héttel ezelőtt ezen a szent helyen Révész László tanár úr tartott egy egészen kiváló előadást. És nem utolsó sorban a magyar nyelv valóban igazolt finnugor mi volt, a semmit sem mond az azt beszélők történeti eredetéről, genetikai állományáról. Tehát még egyszer, nem utolsó sorban a magyar nyelv valóban igazolt finnugor mi volt, a semmit sem mond az azt beszélők történeti eredetéről, genetikai állományáról. Tehát ez azt jelenti, hogy ahogy Husseinék genetikai állománya nem mond semmit az angol nyelvükről, ugyanúgy ebben az esetben sem mondhatunk ezzel kapcsolatban semmit. Tehát néhány genetikus olyan dolgot kíván bizonyítani, ami sem most, sem a jövőben nem lehet igazolni egész egyszerűen, reálisnak kell és realistának kell lennünk. Egész egyszerűen nincs meg a hun genetikai anyag hozzá, itt száfolni akarnak egy olyan dolgot, amit egyetlen egy valamire való bölcsés sem állított. Itt most a finnugor elméletre gondolok természetesen. És ez a legfontosabb mondat, amit szeretnék kihangsúlyozni. A nyelvet, az anyagi és szellemi kultúrát, a történeti és politikai kereteket, valamint az embertani és genetikai eredetet el kellene választanunk végre egymástól 2018-ban. Úgy a genetikusoknak, mint a történészeknek, a régészeknek, a nyelvészeknek, mindenkinek. Tehát ez nagyon-nagyon fontos üzenet ennek a történetnek. És van még egy nagyon fontos üzenet, talán a második ebben az egész történetben, hogy ma már nagyon sokat és sokrétűn megközelítéssel tudunk a nomád társadalmak, a népévállási folyamatok mechanizmusairól, folyásáról, az etnosz és az etnikum kérdésköréről. Reinhard Wenzkus, Walter Paul Szűcsenő, Sebastian Brater és mások kutatásai alapján ezek nem lineáris folyamatok voltak, hanem rendkívül bonyolult, nagyon összetett mechanizmusok voltak, ezért a mérvadó kutatásban már paradigmaváltás történt. Ezt nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni. És mi ez a paradigmaváltás? Ez a paradigmaváltás az, hogy nem léteztek dögény belső Ázsiából Európában masírozó hunnyai. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni. És ahogy felírtam a diára, helyette akár számos és gyökeres hatalmi, kulturális, világnézeti, nyelvi változáson keresztül átesett egy csoportot kell látnunk, amely bár valamilyen módon akár kapcsolódhat is egy évszázadokkal korábban sok ezer kilométerre ért másik csoporthoz, de ezen kapcsolat miben létéről jóformán semmilyen információval nem rendelkezünk. Tehát, és ez az utolsó gondolatom, és még az időben is úgy látom, hogy beleférek, a kikicsoda a steppén kérdésre, tehát modern 21. századi gondolkodásmódunkkal, melyből a modern nép vagy nemzet fogalmakat szinte képtelenség kitörölni, kielégítő választ igazából sosem tudunk majd adni, erre sem írott, sem régészeti, sem nyelvi forrásaink nem alkalmasak.
mit lehet tenni? Hát a kérdéseinket kell lecserélnünk. Helyette mit lehet kérdezni akkor? A steppén rendkívül gyorsan változó politikai, hatalmi struktúrák egyes folyamataira lehet rákérdezni. Az anyagi kultúra kis túlzása a pillanatok alatt bekövetkező változásaira, a technológiai és kulturális transferekre, a szellemi világnézeti háttér korában lassabban változónak gondolt, de ma már ugyancsak meglepő sebességgel változónak tekintett, például temetkezési szokások, mechanizmusaira. A múlt héten itt előadást tartó Révész Lászlóval beszélgettünk éppen a temetkezési szokások meglepően gyors változásaira. Ugye ez egy alaptétel volt a régészetben, hogy a temetkezési szokások sokkal lassabban változnak meg a régészeti leletanyaghoz képest. Ma már egyáltalán nem biztos, hogy ez így volt. Illetve a mindezeket keretbe foglaló gazdasági, társadalmi változásokra lehet és érdemes rákérdeznünk. És így azt gondolom, hogy ha megfelelő kérdéseket tesszük fel, akkor már a válaszaink is jobbak, s talán igazabbak lehetnek. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen az előadást, Szabolcs, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok kérdés fogalmazódhatott meg, mert ez olyan része a mai magyar közbeszédnek is, amiről most hallottunk előadást, amivel nap mint nap találkozhatunk, akár ezekkel az állításokkal, ami néhány hónapja, talán fél éve, vagy mikor volt ennek a nagy robbanás, amikor ugye sajnos nem brit tudósok, hanem szegedi tudósok néven futott ez az állítás, hogy szegedi tudósok bebizonyították, hogy, és hát azóta nem győzzük cáfolni. Többek között ezért van ez a blokk is, meg hát azért is, mert ettől függetlenül is nagyon sokan érdeklődnek a hunokkal kapcsolatos kérdések, hunok és magyarok kapcsolataira vonatkozó kérdések iránt, úgyhogy én szeretném, hogyha most az ezzel kapcsolatos kérdéseket hangosan is megfogalmaznák. Rossz kérdése is lehet jó választ adni. Jó, ebben bízom. Itt a végén azt mondtad, hogy ne beszéljünk nemzetekről, meg népekről. Azt hiszem, hogy ez talán világos, hogy egy kicsit jobban belegondolunk, hogy nemzetekről miért ne beszéljünk ebben a korban, meg ebben a kontextusban. Én kicsit meglepett ez a tudatlanságokból fogadni, igen, ugye a kérdés egyáltalán nem rossz, sőt, kifejezetten jó. Nehéz kérdés, megmondom őszintén. A népkifejezést ugye azért használjuk ezekre a csoportokra, mert van egy hagyomány, hogy így nevezzük őket. Ugye gyakorlatilag Hérodotosznál is különböző népek jelennek meg. A nehézség abban áll, és ezt próbáltam itt is kidomborítani és hangsúlyozni, hogy az a népfogalom, ami adott esetben Hérodotosznál, vagy a történeti forrásokban megjelenik, akár a kínai forrásokban, akár a nyugati, tehát a bizánci vagy a latin forrásokban, ennek a valódi tartalmát nem ismerjük. Tehát nagyon nehéz úgy bármit mondani ezekről a csoportokról, hogy ezek a külső források lényegében semmit nem mondanak az ő belső felépítésükről, társadalmi sajátosságaikról, hatalmi struktúrájukról. Tehát úgy próbáljuk őket tologatni, mint sakkbábúk a térképen, de valószínűleg a helyzet az ennél sokkal-sokkal bonyolultabb volt. Hogy mit lehet tenni, ez is egy jó kérdés. Nagyon nehéz, ugye az említett úri emberek, Szűcs Jenő, Sebastian Bráter és mások is kísérletet tettek például az etnosz fogalmának megteremtésére, vagy olyan törzsi struktúrák felvázolására, amelyek mentén talán ezek a kérdések megválaszolhatóak. Én azt gondolom, hogy egy olyan kérdésről van szó, amit mindenképpen a továbbiakban is még vizsgálni kell. Rengetegen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, így szorítok, hogy valaki megoldja ezt a nagyon nehéz problémát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.